Jó estét kívánok! Ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Július 1-től Krasznai Zoárd, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ szülészeti és nőgyógyászati klinikájának új igazgatója. Emellett ő irányítja a következő 5 évben az Általános Orvostudományi Kar szülészeti és nőgyógyászati intézetét is. A következő percekben terveiről, szakmai elképzeléseiről beszélgetünk. Vendégem a stúdióban dr. Krasznai Zoárd, egyetemi docens. Jó estét kívánok, igazgató úr! Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a nézőket! Igazgató úr, 1-től ön irányítja ezt a nagymúltú intézetet, illetve a klinikát. Milyen tervekkel, ambíciókkal vágott a feladatnak? Mi az, amit változtat, mi az, amit úgy talál jónak, ahogy most van? Köszönöm szépen a lehetőséget. Ahogy említette, valóban ez egy nagyon nagy múltú intézet, és tényleg nagyon nagy elődök nyomdokaiba lépek, úgyhogy ilyen értelemben bár komolyan... És ilyen fiatalon. Köszönöm szépen, mérsékelten. Tehát a szülészeti, a nőgyógyászati és az onkológiai ellátásban is részben az elődök követése és az eddigi eredményeknek a fejlesztése a célom, részben új eredményeket szeretnék bevezetni. Itt a szülészeti ellátásban említeném a családbarát szülészeti elvek követését, amire a Debreceni Egyetem klinikája nagyon nagy múltra tekint vissza. A első bababarát klinika volt az országban, amelyik ezt a 90-es években ezt a címet megnyerte, és elsőként a roamingen ellátás bevezetésében, tehát hogy a baba az édesanyával együtt van a kórházban, ebben mind úttörők volt. És az elmúlt 2 évben olyan irányba tettünk lépéseket, és ez az elmúlt 1 évben nagyon komoly eredményeket mutatott, hogy a császármetszés gyakoriságot, amelyik az egyik legfontosabb jelzője annak, hogy ha túlkezelés történhet a szülészeti ellátásban, csökkenteni próbáltuk, és nagyon komoly eredményeket értünk el. A többi, ez egy 3-as szintű szülészeti intézmény, ez úgy néz ki, hogy a legmagasabb készültségi fokkal rendelkezik, itt akár 500 g-os vagy még kisebb koraszülött babák is világra jöhetnek, tehát természetszerűen magasabb az országban minden ilyen intézmény császármetszés frekvenciája. Ez nálunk 40% körül volt, és nagyon komoly eredmény, hogy az elmúlt 1 évben ezt 30% alá sikerült csökkenteni. Az ország többi ilyen 3-as szintű intézményében ez inkább az 50%-hoz közelít. Ez a kiváló szakembergárdának köszönhető, és annak a kiváló szülészeti protokollnak az alkalmazásának, amit nemzetközi, nem mi találtuk ki, ez nemzetközi irányelvek írják elő, mi csak a szülészeti részleg vezetői által kidolgozott, nagyon szigorúan betartatott protokollokat követjük, és így sikerült elérni ezeket a nagyszerű eredményeket. A célom ennek az eredménynek a megtartása, és itt ami egy szintén nagyon újszerű dolog, amit szeretnék bevezetni, például a magzatnak a megszületés után a köldök zsinórjából egy lerekesztett szakaszon megmérnénk minden egyes újszülöttnél a pH-t. Ez azért nagyon-nagyon fontos, mert ez egy olyan objektív visszajelzés nekünk szülészeknek, az édesanyának és egyáltalán mindenkinek a szülészeti ellátásunkkal kapcsolatban, ami gyakorlatilag az országban tudtommal máshol nem történik rutin módon, és világszínvonalat eredményezne annak tekintetében, hogy egy olyan objektív mérőrendszerrel rendelkeznénk minden újszülöttünkre. Abból mit lehet megtudni? Abból nagyon sok mindent. Az például, hogy jól születik-e, jó állapotban születette az újszülött, az most ránézésre van egy ilyen pontrendszer, amivel az országban mindenhol meghatározzák, hogy jó állapotban születik-e. Ehhez képest pedig egy objektív mérőszámot lehet megtudni. Ugyanúgy, mintha valakire ránéznek, hogy vérszegénye, vagy megnézem a vérképét, hogy ténylegesen vérszegénye. Tehát egy sokkal objektívebben meg lehet azt határozni, hogy igényel-e az újszülött valami olyan beavatkozást a szülés után, ami esetleg szükséges, illetve egy visszajelzés nekünk és egy kontroll szülészeknek arról, hogy hogyan végezzük a munkánkat. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ezt nem az újszülöttből vennék le, hanem miután megszületik, a maradék a köldökzsinór és a placenta egységből, ha az ki van rekesztve, ez levehető. És ez mondjuk Nyugat-Európában, ez rutin szintű ez a vizsgálat? Vannak olyan centrumok, ahol igen. Tehát ez egy olyan beavatkozás, ami egy nagyon magas minőségbiztosítást tesz lehetővé. Általában azért mindenhol nem rutinszerű, de egy ilyen magas centrumban ez nekünk részben tudományosan, részben pedig a
szakmaiságunkhoz is úgy érzem, hogy nagyon sokat adna hozzá. Az eszközbeszerzés ebben az irányban már megtörtént, úgyhogy ez ezt akartam kérdezni, hogy ez mennyire pénzkérdés, illetve mennyiben humán erőforrás nyilván kérdés. Ez nagyon jó kérdés, mert ez, hogyha nagy tételbe csináljuk, akkor nem egy olyan anyagi teher, ami egy ekkora szintű klinikánál ne lenne megfizethető, illetve a haszna az annál sokkal nagyobb, amennyi pénzbe kerülne. Humán erőforrásban ez valóban az a fontos, hogy miután megszületik egy újszülött, akkor kirekesszék azt a köldökzsinórkacsot, de ott is egy olyan időintervallum áll lehetőségünkre, amiben ezt meg tudjuk valósítani, azt gondolom. Nagyon érdekes, amit mond, de még megütötte a fülem egy dolog, hogy a családbarát jellegét még inkább erősíteni a klinikának. Igen. Hát hová lehet a mostanit még erősíteni? Mindig most már a kispapák is évek óta ott lehettek az ágy mellett. Ez így van, ez egy szemlélet. Például azzal lehet, hogy egy pályázati felújítás keretében most megújult a gyermekágyas részegünk, illetve jelenleg van megújulás alatt a szülőszobánk, ezért most a szülőszobánk idéglenes helyen működik a házban, de ennek a folyamatnak a végén ez egy pár hónapon belül lezáródik ez a felújítás. Megújulnak a szülőszobai vizesblokkok, megújult teljesen a gyermekágyas osztályunk, és ez azért lehet erősíteni, mert egy szép, frissen, újonnan felújított új szülészeti, illetve egy gyermekágyas részegre szívesebben megy a várandós hölgy is. Igazgató úr, hány kismama, kisbaba születik egy évben önöknél? Ez megint csak egy nagyon jó kérdés, mert ugye mi november óta, csupa jó kérdései vannak, november óta ellátjuk összevontan a Kenézi kampusz és a Nagy-Erdélyi kampusz szülészeti ellátását is, ami azért okozott kezdetekben fennakadásokat. Most jelenleg olyan 5000, ez egy éves körülbelül 5500-as szülészszámot jelent, ami az ország legnagyobb vagy egyik legnagyobb szülészeti intézményévé tesz minket. Ez körülbelül azért egy olyan 3200-500 és az arra adódó plusz 2000 szüléssel valósult, 2001 néhány száz szüléssel valósult meg, tehát alapvetően azért egy olyan 3500 szülésre volt tervezve az eredeti ellátóblokkunk, ami az eredeti szülőszobánk, ami most jelenleg felújítás alatt van. Ebben lesz igazgató úrnak feladata? Ezt egy kicsit egységesebbé tenni, gördülékenyebbé tenni, vagy ez már múlt idő, ez már lezajlott? Miben, bocsánat? A Kenézi Kórház, a leánykori nevén. Most jelenleg ez egy a felújítással kapcsolatban egy átmeneti állapotban vagyunk, hogy ez majd hogy fog a végső soron megvalósulni, tehát pontosan milyen egységek fognak a Kenézi kampuszon üzemelni, és milyen egységeket lát el a Debrecen Egyetemnek a szülészeti klinikája. Ez egy klinikai központ elnöki hatáskörbe tartozó kérdés, tehát most jelenleg úgy szól a megállapodásunk, hogy mi látjuk el a szülészetet addig, amíg ez a felújítás zajlik. Ennek az az egyszerű oka, hogy még a szülészet az tudott is volna feleződni, hogy két telep helyen működjön, de az újszülött ellátás, a gyermekgyógyászat, ami szintén most egy felújítás alá kerül ebben a Baba Barát pályázatban, ő szempontjukból egyszerűbb volt, hogy ez így maradjon most egy kézben, de ez még egyszer mondom, egy záros határidejű állapot, és hogy utána mi lesz, az egy új struktúra kialakítását igényel. Igazgató úr, onkológiai vonalon is tervez. Így van. Én nőgyógyász onkológus, nőgyógyászati daganatsebész és klinikai onkológus is vagyok, és nekem az onkológia az egyik szívügyem. Itt szintén komoly eredményeket értünk el, részben az elmúlt 5-6 évben, amikortól kezdve nőgyógyászati daganatsebész képzés aktívan folyik a Debreceni Egyetem Szülészeti Klinikáján, és olyan az elmúlt 2 évben ebben olyan további fejlődéseket értünk el, hogy itt a petefészekrákot említeném, aminek egy nagy országos centruma vagyunk, és itt a műtéti ellátásban olyan szintű, olyan minőségű ellátást tudunk nyújtani, amit nagyon kevesen tudnak Magyarországon nyújtani. Ennek az indikátora az, hogy mennyi beteget sikerül úgy megoperálnunk. A petefészekrák az egy ilyen elég alattomos betegség, hogy 2/3, 3/4 részben nagyon kiterjedten jelentkezik, és egy nagyon fontos sebészeti indikátor, hogy hány beteget sikerül úgy megoperálnunk, hogy teljesen el tudjuk távolítani a daganatát a műtétnél. És ebben a
egyetemünk szülészeti klinikája nagyon jó helyen áll, és ezt tovább tudtuk fokozni, ezeket az eredményeinket, ehhez eszközbeszerzéseket, speciális ilyen feltárókat igényel, amit szintén pályázati pénzből szereztünk be, speciális műtőasztalt, speciális eszközöket, ezek vagy folyamatban vannak, vagy már megtörténtek ezek az eszközbeszerzések, és olyan humán erőforrás képzést, a daganatsebész képzés tekintetében, amiben szintén élen járunk a régióban. A másik nagy terület az a méhtestsákos betegek, akiknél a méhtestből indul ki a daganat. Ez egy a petefészek daganatos betegeknél is nagyobb populációt érint, és itt pedig a úgynevezett minimál invazív beavatkozások, tehát a laparoszkópos beavatkozások elterjesztésében járunk élen, és ebben szeretnék további fejlődést elérni. A méhnyakrákos betegeknél pedig a műtétes megoldás mellett a onkoradiológiai klinikával történő szoros egységben a helyileg előre haladott méhnyakrákos betegeknek tudunk olyan, azt tudom mondani, hogy Magyarországon összesen 2 vagy 3 helyen van ez az eljárás, az úgynevezett képvezérelt közelterápia, amikor annyira pontosan határozzák meg minden egyes kezelés előtt a betegnek egy CT-be behelyezve a tumort, illetve az ebbe behelyezett, általunk daganatsebészek által behelyezett applikátorokat, hogy ezáltal nagyon nagy sugárterhelés lehet úgy leadni a daganatra, hogy a környező szerveket pedig nem éri sugárterhelés. Ebben egy nagyon szoros együttműködés van az onkoradiológiai klinikával, a beültetés részét a dolgoknak, a manuális részét mi végezzük, ők pedig azt a nagyon-nagyon precíz sugárkezelést adják hozzá, ami tényleg egyedülálló szintén ebben a klinikai központban. Letelt az időnk, ennek a területnek a nemzetközi akkreditációját is szeretnénk. Az rövid távú, középtávú terv? Ez egy középtávú terv, ehhez azt kell tudni, hogy ennek nagyon sok feltétele van. Egy ilyen nemzetközi akkreditáció megszerzésének nagyon sok feltétele van, és egyrészt mi ennek már nagyon sok kritériumát teljesítettük, másrészt azokat a kritériumokat, amikben még szükséges előrelépnünk, pontosan látjuk, hogy mik azok. Ezt a középtávon abszolút megvalósíthatónak tartom, és az első ilyen daganatsebész központ lennénk Magyarországon. De ehhez nem csak a daganatsebészeti oldal szükséges, hanem az, hogy tudományos kutatásokban vegyünk részt, hogy a betegeinknek hozzáférést biztosítsunk olyan gyógyszerekhez, amiket klinikai vizsgálatokban tudnak igénybe venni, és ebben is nagyon nagy tapasztalata van a klinikának, és ebben is tervezek olyan előremutató újabb tanulmányokban való részvételt, ami bővíti ezt a kínálatot. Igazgató úr, tervekből van elég, én ehhez erőt, egészséget kívánok ezek megvalósításához, a munkájához pedig sok sikert. Nagyon szépen köszönöm.